közösen figyelték és értékelték a Durindon bemutatott produkciókat a fellépő csoportok vezetői és a szakmai bizottság tagjai az ENTÁL megtartott összejövetelen. Nem tudhatunk mindent, tehát nagyon is nagy szükségünk van a jó tanácsra, és hát, hogy hol a hiba, ők elmondják, azért vannak itten. A résztvevők rendkívül hasznosnak ítélték az elhangzottakat. Sűrűbben kellene ilyen rendezvényeket szervezni, mert a zsűri tagok, az összes, aki itt volt, az mind olyan tanácsokkal lássa el úgy a zenekarokat, mind a kórusokat, meg az egyéb föllépőket, amik útján érdemes menni. A szakmai bizottság tagjai a visszatérő jelenségekre is igyekeztek felhívni a résztvevők figyelmét. Előfordul, hogy az életkor haladtával megfárad a hang. Ezt tudomásul kell venni, emberek vagyunk. És hát előfordul az, hogy nem eléggé egységes az éneklés, dalolás, az énekesek, zenészek nem teljes összhangban adják elő a produkciót. Vagy előfordul olyasmi is, hogy rossz hangon kezdenek. Ez is megoldódna, a megállásokat sem is. Az idei értékelés abban különbözött az előző években megszokottól, hogy Raj Rozália személyében ezúttal már viselet szakértőt is be tudtak vonni a munkába. A csoportvezetők próbálják követni azokat az útmutatásokat, amiket egy-egy ilyen alkalommal kapnak, és érezhető a szándék a jobbításra. Az ENTAI az idei Durindó harmadik értékelő rendezvénye volt, korábban Temerinben és Veprődön is tartottak hasonló összejöveteleket.